Esmeralda. Esmeralda, első rész. En tus ojos, la noche y el día, uno son. Esmeralda, flor del campo, me ves con la luz del corazón. Esmeralda, esmeralda, tu amor es puro como el sol. Mintha ránk szakadna az ég. Aj, micsoda szörnyű éjszaka egy keresztény születéséhez. Dominga! Nem bírom. Nincs hozzá erőm. Erősnek kell lenned, Lupe. Hisz tudod, nem te vagy az egyetlen a világon, aki ma éjszaka gyermeket szül. Tarts ki, gyermekem! Hamarosan megérkezik az orvos. Addig igyekszem megnyugtatni a férjedet. Igen, Krisanta. Nyugtasd meg. Csak is fiú lehet. Csak is kisfiú lehet. Hogy van a feleségem? Azt hiszem, nem túl jó, Rodolfo úr. Blanka kisasszony mindig is nagyon gyenge volt. Ne túlozza el, Krisanta! Blanka kisasszony fiatal és erős. Nem, ez nem igaz. Csak ön akarja, hogy így legyen, mert a büszkesége képtelen elviselni azt, ami nem a legjobb és a legtökéletesebb. Vigyázz a nyelvedre, Krisanta! Én neveltem születése óta. Mindenki másnál jobban ismerem, és ezért mondtam önnek, hogy ilyen állapotban ne hozza el a Casa Grande-ba. De nekem ide kellett jönnem. Elszabadult a marhacsordám. Ráadásul meghalt az egyik munkásom. Ide kellett jönnem. A fővárosban kellett volna hagynia. Én mondtam, hogy őrültség idehozni őt. Elég! Hagyja abba a siránkozást! Ezzel csak még jobban felidegesít. Nem tudom, mit csinálok, ha nem ér ide az az orvos. Gabino már több mint egy órája elment érte. A szentségét! Én sose fogok eljutni az orvoshoz. Nem ér ide időben, Rodolfo úr! Nem fog időben ide érni az orvos! Nem ér ide! Ide kell érnie! Ide kell érnie! És mindez a maga hibája lesz! Elég legyen már, Krisanta! Ha bármi történik az én Blanka kisasszonyommal, csak is maga lesz a felelős, csak is maga! Azt mondtam, maga! Elég volt! Töld, asszony! Most erősen! Nem kell félni! Meghalok! Ez úr legyen ezzel az anyával és a gyermekével.
látom. Kisfiat született. Semmit sem oldasz meg, ha hisztériázol. Sőt, csak rosszabb lesz. Látod, mire kényszerítettél? Uram, még mindig nem jön az orvos. Ha nem ér ide, előttem kell felelni a történtekért. Ha szükség lesz rá, majd maga segít neki a szülésben, Krisanta. Nem, nem, én semmit sem értek ehhez. Félek, hogy többet ártok neki. Valakinek segítenie kell Blankának világrózni a gyermekünket. Nem, én nem, nem merem. Én tudom, ki segíthetne, uram. Ki, Benita? Dominga. Egyedül vagy a világban, pici. Mihez kezdjek veled, édesem? Ő tudja, hogy kell világra hozni a kicsiket, már nagyon sokszor csinált ilyet. Akkor indulj érte! Azonnal hozd ide azt a Domingát! A feleségem és a fiam élete mindennél fontosabb nekem. De főleg a fiam élete fontos. Krisanta, ha meghalok, nem tudom megadni Rodolfónak a fiút, akire annyira vágyik. Ne mondj ilyet, gyermekem. Úgy érzem, hogy elszáll belőlem az élet. Megszülöd a picit, gyermekem. Hidd el, majd meglátod. Igyekezzen, Dominga! Ne félj, angyalkám. Mindjárt visszajövök, hogy gondodat viseljem. És anyádét is. Nem fog megszületni. Nem fog megszületni. Gyermekem! Gyermekem! Ő a Istenem! Kicsikém! Kérem, igyekezzen! Az orvos! Nem, Dominga vagyok. Forralj vizet, és hozd be, amint készen vagy. Hogy van az asszony? Nézze, elájult a fájdalomtól. Nagyon sápadt. Kérem, mentse meg őt. Öt éve várok, hogy megszülessen a fiam, aki majd tovább viszi a nevemet. És örököse lesz a vagyonomnak. Szörnyű csapás lenne nekem, ha most nem születhetne meg. Nagyon beteg. Nem vállalhatok felelősséget egyikükért sem. Isten óvja. De persze, megteszek mindent. Kialudt a lámpa! Kialudt a lámpa! Ne, hogy veszékeljen már! Inkább keressen egy gyertyát. Igen. Itt van, hisz errefelé oly gyakran kialszik a lámpa. Nézze meg, hol késik az a víz. Igen, igen, megyek is.
mindenkit egyenlővé teszi a szegény ember viskóját és a gazdag ember villáját. Egy gyertya fényénél kell világra segítenem a gyermekét. Mi történt az árammal? Már javítják, uram. Uram, higgy el, lesznek még gyermekeik. Nem. Nem lesz több gyermek. A feleségemnek nem lehet. Most kell megszületnie. Egészséges fiúnak kell lennie. Kérem, uram, ő mindig csak fiúról beszél. És ha mégis lány lesz? Nem. Nem lehet lány. Az én gyermekem fiú lesz, mert azt akarom. Fiú lesz. Adja ide a takarót, Viszánta. Igen, azonnal, Domingo. Már hozom is. Parancsoljon. Mi? Mi-e született? Volt egy kislánya. Volt? Sajnos. Meghalt. Istenem! Mit fog mondani Rodolfo úr, ha megtudja, hogy a vár gyermeke halva született? A felesége még él. Ez legyen a vigasza. Nagyon erőszakos! Pokollá fogja tenni az életét! Iszonyú dühös lesz, és őt fogja okolni! Tudja, annyira kisfiút akart, megszállottan azt akart, és kislánya született, méghozzá halva. Nem, én nem merem elmondani. Furcsa az élet. Ennek a gazdag férfinak halva születik a kislánya. Még egy szegény asszonynak, aki azelőtt szült, hogy ide jöttem, élve született a fia. De az anya meghalt. Egyedül kellett hagynom a gyermeket a házamban, tudja? És most el kell intéznem, hogy eltemessék a szegény anyát. És az úr tudja csak, hogy mihez kezdek a szerencsétlen picivel. Az a gyermek árván maradt. Igen. Az apa nemrég halt meg, és az anya belehalt a fia születésébe. Én meg csak remélhetem, hogy nem lesz belőle csavargó. Az úrnak fordítva kellett volna rendelnie. Ennek a picinek a kunyhóban kellett volna születnie. És annak a másiknak, tele élettel, ide kellett volna megérkeznie. Ez még lehetséges, Domingo. Ezt hogy érti? Kérem, Domingo, segítsen! Segítsek? Mire gondol? Van egy árva kisgyermek. Itt viszont vannak szülők, gyermek nélkül. Ó, micsoda jóságos tett lenne! Könyörgöm! Segítsen, Domingo! Segítsen nekem! Mióta van már az a Domingo a feleségemmel? Nos, már egy ideje, uram. De nem olyan régen, mint gondolná. Tudja, ilyenkor, amikor várakozunk, minden perc egy órának tűnik. Jöhetne már, Crisanta, mondhatnának már valamit? Nem. Nem. Hisz maga mondta, hogy az egy szegény árva, hogy éhezni fog és nehéz élete lesz. Egy napon gyötörni fogja a lelkiismerete, ha látja, hogyan szenved. És arra gondol, hogy megakadályozhatta volna a szenvedését. Tudja, mit érezhet az a szegény gyermek egy ilyen szörnyű estén? Egyedül van, biztosan fázik, mert még az anyja sem tudja magához ölelni és melegíteni. Szinte most is hallja a sírását, nem igaz, Dominga? A maga szívét nem rendíti meg ez a hang. Nézze az én szegény kis Blankámat. Csupa szeretet és gyengétség akarja. De soha nem fog gyermeket ölelni, és soha nem fog gyermeket melengetni. Soha többé nem lehet anya. Nagyon beteg volt, és nagyon gyenge.
Hozza ide azt a szegény kis árvát, hogy átvegye a halva született kislánya helyét. Dominga, hozza ide! Rendben. Elhozom. Nem várok tovább. De uram, kérem! Megyek és megnézem, mi van a feleségemmel. De... Kérem, keresztényként temessék el ezt a szegény kislányt. Úgy lesz, Krisanta. Ne aggódjon, mindjárt jövök. Krisanta, nyissa ki! Ha kimegyek, meglát. Jöjjön, itt is van egy kijárat. Krisanta, be akarok menni, hallja? Már túl késő megtenni. Nem. Menjen, és hozza a fiút. Valahogy csak sikerül elterelnem a figyelmét, amíg vissza nem ér, hogy ne tudja meg, mi történt idebent. Menjen már! Krisanta, nem hallotta? Történt valami? Még semmi, uram. Engedjen be. Nem, most éppen nem lehet. De Krisanta... Minden rendben lesz. Ne idegesítse fel az én Blankámat a jelenlétével. Várjon, amint van valami, szólok önnek. Add, hogy továbbra is aludjon. Hogy legyen ideje annak az asszonynak idehozni azt az árvát, hogy sikerüljön a tervem, hogy senki ne vegye észre az üres bölcsőt. Fogad magadhoz, uram. Szerencsés vagy, picim. Mégis lesz apukád és anyukád. Egyszerűen nem bírom, hogy semmit sem tehetek, hogy nem én irányítom a helyzetet. Rodolfo úr, megjött Gabino. Na végre. Mi tartott ennyi ideig Gabino? Hol van az orvos? Én nem tudtam elhozni, el kellett mennie. Idióta! Utána kellett volna mennie, és idehoznia bármilyen áron is! Elhozta a fiú Dominga. Itt a gyönyörű kis árva. Most már szólhat az úrnak. Most már mindent elrendeztünk. Megyek, és intézkedem a temetésről. Dominga, várjon! Mit óhajt? Szeretném meghálálni, amit tett. Nem. Nem a pénzért tettem. Fogadja el, kérem. Szüksége lesz rá, hogy tisztességgel eltemethesse őket. Sajnos csak ennyi van, és ez nem lesz elég. Majd szerzett még. Na de... Ez valód és maradt fülbe való. De hiszen ez... Kérem, fogadja el. Csak hogy újra kigyúlt a fény. Nézze csak, még a vihar is enyhült. Tartsa meg a fülbe valót, vigye. Ismét az úr az. Egy percet se várok, Krisanta! Valami történik, és tudni akarom, hogy mi. Nyissa ki, vagy ismét dübegurulok! Most már bejöhet, Rodolfo úr. Úgy érti, hogy... Mindig tudtam. Hála az úrnak. Fiam született. Egészséges. Az örökösem.
Öltöztesse fel, Krisanta. Abba a ruhába, amit vettem, ami egy herceghez illik. Ebből a gyermekből nagy ember lesz, hisz a penyareálok vére folyik ereiben. Egy fiú. A fiam. Semmi kétség, ő a fiam. Köszönöm, szerelmem. A világ legboldogabb embere vagyok. A kicsim életben van. Természetesen. Sajnos nem kisfiú. Dehogy is nem. Hiszen más nem is születtél volna nekem. Ez a kislány még él. Igen, igen. Életben van. Most mihez kezdjek? Nem tehetek mást, mint visszamegyek a Casa Grande-ba, és elmondom az igazságot. Nem tudom, miért hittem azt, hogy kislány volt. Csak egy kis cukros vizet tudok adni neked. Ne panaszkodj, jó? Ó, Istenem! Ez a kis angyal ilyen erősen ragaszkodott az élethez. Ezzel megnehezítette az enyémet. Tudod, mi lesz, ha visszaviszlek a Casa Grande-ba? Az úr, ó, Istenem, szörnyen dühös lesz. És biztosan börtönbe fog csukatni engem. Börtön. Nem. Azt nem, azt nem. A börtönt azt nem. Köszönje annak a Domingának, mert az orvos nem érkezett meg. Rendben. Személyesen közlöm mindenkivel a Casa Grande-ban, hogy egy igazi férfi büszke apja vagyok. Méghozzá olyan férfié, mint én vagyok. Mert ő az én fiam. Nem tetszik neked? Miért ne tetszene, Krisanta? De tényleg nem kislányom született? Miből gondolod ezt, Blankám kicsim? Akkor biztosan álmodtam, nyomorúságomban. Igen, valószínűleg az az oka. De most már itt van veled, és kisfiú. Nyugodjál békében, szegény Lupe. A fiad
a legjobb kezekben van. Nem. Nem vihetlek vissza a Casa Grande-ba. Azonnal börtönbe csuknának, és ők... ők sosem szeretnének. Az úr mindig is fiút akart. Csak is egy fiút. A másik volt a szerencsés. Bár ez téged illetne meg. És te. Neked csak én maradtam. Velem maradsz. Domingával fogsz maradni, amíg élek. Nem gondolja, hogy korai még visszatérni a fővárosba, uram? Blanka már tökéletesen rendbe jött. És amennyire lehet, kényelemben fogunk hazautazni, ezért is akarok ma indulni. Tudja mi, Dionisio? Örömben, ebben a hónapban mindenkinek dupla bért fizetek, kezdve magával. Ahogy jóhagyja, uram. Így ünnepeljük meg a fiam születését. Akkor valóban boldog, uram? Boldogabb nem is lehetnék. Számomra a fiam a legfontosabb az életben, mindennél fontosabb. Na és azt tudja már, hogy fogja hívni őt, uram? Az apám nevét fogja kapni. José Armando. Készen vagy? Igen. Igen, Rodolfo. Valami baj van, Blanka? Nem találom a smaragd fülbevalóm. Az ékszeres dobozban volt, de már nincs ott. Nézd meg alaposabban. Már megnéztem, és nincs ott. Akkor tolvaj van a házban. Drasztikus lépéseket kell tennem. Megkérdezem Krisantát. Lehet, hogy ő tette el. José Armando Peñarreal. De te nem haltál meg. Hála az úrnak. Nevet kell adnom neked. Szép, előkelő nevet. Mint amilyen vagy. Mint amilyenek a gazdag emberek. De mi legyen az? Ó, már indulunk. Felmegyek a szobámba a bőröndömért. Krisanta, tessék! Nem tudod, hová tűnt a smaragd fülbevaló? Olyan gyönyörű vagy, gyermekem. Hihetetlen, hogy alig 2 hete születtél csak. Micsoda gyönyörű szemed van. Milyen zöld. Gazdag gyermek szemei. De az a gyanú, hogy nem látsz. Úgy tűnik, hogy nem látsz. Nem. Én semmit se tudok a fülbevalóról. Rodolfo szerint valaki ellopta, és azt mondta, ha nem kerül elő, nagy baj lesz. Nagyon mérges. Mondd, hogy a fővárosi házban hagytad. Nem, nem hazudok neki, Krisanta. Csak azért, hogy időt nyerjek. Megpróbálom visszaszerezni a smaragd fülbevalót. Tudom, kinél van gyermekem. Tudod, hogy ki lopta el? Dominga, az asszony, aki a szülésnél segített. De ha megvádolják, hogy ellopta, akkor mindent elmond. Mi az, amit elmondhat? Hallja, mi folyik itt? Beszélj, Krisanta!
Rodolfo úr biztosan meg fog ölni. De miért? Mit tettél? Én adtam Domingának azt a smaragd fülbevalót, hogy ne mondja el a titkot. A titkot? Milyen titkot? Itt nem beszélhetünk, meghalhatják. Menjünk a hálószobádba. Rodolfo ott van. Akkor menjünk a szobámba. Milyen titok? Mondd már el végre, milyen titok? Blanka. Az a gyermek a bölcsőben. Nem a te fiad. Nem. Nem, még túl kicsike. Csak képzelődöm. Van fény a szemében. Van benne fény. Te kislányt hoztál a világra, de sajnos halva született. Az nem lehet. Nem. Az a gyönyörű kisfiú egy árva, aki alig pár órával a lányod előtt született. De az anyja meghalt a szülés közben. Mit tettél, Krisanta? Mit tettél? Már mondtam, hogy a lányod halott volt. Rodolfo úr annyira fiút akart. És az a kicsike egyedül volt a világban. Ezért kértem meg Domingát, hogy cserélje ki őket. Ja, Istenem! Édes Istenem! Bocsáss meg! Csak szerettem volna valami jót tenni ebben a szerencsétlen helyzetben. Kérlek, ne sírj! Hidd el, úgy fogod szeretni, mint a saját fiadat. Hová mész ilyen állapotban? Rodolfo úrnak nem szabad megtudni a kicsikém! Istenem! Gyermekem! Istenem! Istenem, ő nem a kisfiam! Ez nem a fiam! Ne mondj ilyeneket! Gyermekem! Segíts, kérlek! Tedd meg magadért, értem, a gyermekért, Rodolfo úrért! Segíts nekem eltitkolni! Segíts rajtam! Ami szép, az szép. Ez a smaragd nagyon szép. Mint te, kicsim. Mint a szemed színe, zöld. Eszmeralda. Eszmeralda. Ez lesz a neved, kicsi lányka. Eszmeralda. Mexikóváros. Évekkel később. Micsoda aranyos fénykép José Armandóról. Hány éves is volt? Még egy se volt, Fátima. Mindig is gyönyörű gyermek volt. Nagyon szerencsés vagy, Blanka. Ne panaszkodj, Fátima. Gracielita is bájos. Szia, anyu! Szia, kislányom. Hogy vagy, nénikém? Szia. Akkor már indultok is a Casa Grande-ba? Igen, Gracielita. Csak Rodolfót és José Armandót várom. Még puskákat vásárolnak. Azt üzenik, mindjárt jönnek. Tudod, hiányozni fog José Armando, amíg a Casa Grande-ban lesztek. Nagyon fog hiányozni. Az biztos, hogyha mindezt nem kaphattam én meg, akkor a lányomé lesz. José Armando felesége lesz. Bármilyen áron. Az én drága Esmeraldám biztosan örülni fog az epreknek!
Itt semmi sem változott. Itt szinte megállt az idő. Mindig annyira szerettem a Casa Grande-t, de olyan ritkán jövünk ide. Most, hogy befejeztem az orvosi egyetemet, szeretnék több időt tölteni itt. Örülök, fiam, hiszen itt születtél. Örülök, hogy szereted ezt a földet, hiszen itt a helyed. Hé, hey, Melésio! Hogy képzeled, hogy ellopod azt az epret? Megérkezett az úr. Ha még egyszer rajta kaplak, meglátod, nem viszed el szárazon! Neked kell megörökölnöd a Peñarreal vagyont. A pénzt, a házat, a családi ékszereket. Még a híres Casa Grande is a tiéd lesz. És az leszel, amilyen sohasem lehettem. Az igazi Peñarreal főnök felesége. Nem a másodiké a sorban, mint az apád. José Armando nem szokta meg a vidéki életet, anya. Meglátod, 5 nap se kell, és visszatér a városba. Én nem lennék ennyire nyugodt, Gracielita. Hidd el, nincs okom aggódni, anya. Azon a birtokon nincs ki elcsábíthatná José Armandót. Esmeralda! Esmeralda! Lássuk csak, kitalálod-e, mit hoztam neked? Epret! Hogyan találtad ki, drágaságom? Hiszen nem látsz. Egy rejtélyes hang megsúgta nekem. Biztosan annak a lelke, aki a vízben él. Ha előjön mind a kettőket magával ránt a vízbe, menjünk, drágaságom, menjünk csak. Ne neves, mert akkor csak felizgatod, érted? Nem kell félned, Melisio, ez nem igaz. Tudod, megéreztem az eper illatát. Add már rajta. Milyen finom. Igen. Mitől kaptad? Nos, ezek a, tudod, a Casa Grande kertjéből valók. Te epret loptál? Nem. Én csak felmarkoltam. Ajaj, mi történt, Dionisio? Rajta kaptam egy epertolvajt. Jobban kell vigyáznunk, akkor nem fordul elő. Nos, mit szólsz a fiamhoz? Ha nem itt találkozom vele, meg se ismerném. Majdnem 10 éve jártam utoljára a Casa Grande-ban. Remélem, minden rendben. Minden rendben, uram, minden rendben. A fiam vadászni szeretne, elhozta a puskáját is. Alig várja, hogy kipróbálhassa. Nyergeltesse fel a lovát, Dionisio. Igen, azonnal, uram. Nem mondd, hogy nem loptad az epret, Melisio. Nem. Ami ott nő, az a gyümölcs senkié. Az az Úristen, aki elülteti őket, és hagyja, hogy megérjenek, és aztán felülről öntözi őket. Önti, csak úgy önti rá az esőt, hogy gyümölcsöt hozzanak annak, aki megéhezett rájuk. Jó az Úristen, a sok gyümölcsöt megöntözi. Igazad van. Különben is valószínűleg úgy is megrohadna. Nagyon finom. Mondhatok neked valamit, Esmeralda? Mit? Hogy emberek érkeztek Casa Grande-ba, sok ember. Az úr minden évben eljön. Igen, de nők, és egy fiatal úr is, akit most nem tudom, hogy ki, egy nagyon-nagyon elegáns fiatal úr. Komolyan? De ki lehet az, Melisio? Milyen régen is jártunk a Casa Grande-ban, Crisanta. Mennyi emlékünk van.
Ugye nem bántad meg, amit annak idején azzal a két kisgyermekkel tettünk? Szeretem José Armandot, mintha tényleg a fiam lenne. De sohasem tudtam elfelejteni azt a kislányt, akinek életet adtam. És akit még csak nem is láttam. Azt se tudom, milyen lehetett. Én voltam, aki megtettem. Igen, de én beleegyeztem. Hallgattam. Mert megértetted, hogy így a legjobb. Sose tudtam virágot vinni a lányom sírjára, mert azt se tudom, hol van. Nem akartam visszajönni. Így jobb volt. A férjed megtudta volna a titkot, és az iszonyatos lett volna. De azóta túl sok év telt el. Most már sosem fogja megtudni. Ki tudja, Tadus? Van valaki, aki beszélhet. Dominga. Hisz azt sem tudjuk, mi van vele, hogy éle még. Maga az Malaver, doktor. Hol van Esmeralda? Miért szeretsz a temetőbe járni éjjelente? Mert olyankor csönd van. Az éjszaka az alvásra való, drágám, alvásra! Nagyon jó dolog esténként becsukni a szemed, és másnap kinyitni a ragyogó reggeli napfényben. Ez nekem mind egyforma. Éjjelente a temetőbe, drágám. Ó, drágám, ez a buta merészi jó véletlenül se menne oda. Csak nem félsz. Én nem. Szeretek ott üldögélni, nyugodtan. Érezni a sok virág illatát. És imádkozni a halottak lelkéért. Jóságos Isten! Merészi jó! Ne. Mi a baj, Melisio? Nem. Melisio! Melisio! Azt hiszem, megtaláltam az epertolvajt. Mit keres itt? Ki maga? Magyar hangok. Nyírőbea, Menszátor Magdolna, Melis Gábor, Lux Ádám, Besenyei Emma, Németi Mari, Vicián Otto, Rosta Sándor, Kárpáti Tibor, Csomlai Edina. Magyar szöveg Kis Katalin, hangmérnök Schiffert László, vágó Szeristjei Barbara, rendezőasszisztens Albecker Gabriella, gyártásvezető Szász Andrea, szinkronrendező és producer Kovács Zsolt. A szinkront az MRTL megbízásából a Synchron Systems készítette.